Német nyelv óra az egyik szombathelyi nyelviskolában. Kis csoportban zajlik az óra, így minden tanuló gyakorolhatja a társalgást is. Bernadett célja a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. Nyertem egy külföldi gyakorlati ösztöndíjat Németországba. Nekem már megvan a német középfokú nyelvvizsgám, és úgy döntöttem, hogy ha már elkezdtem, akkor nem érdemes abba hagyni. Sára 9-es gimnazista, neki az egyetemi továbbtanuláshoz is kell majd a nyelvvizsga. Tavaly nyáron már megszereztem a középfokú nyelvvizsgát, így idén a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése mellett döntöttem, hogy a nyár egy részét erre áldoznám. Ez fontos lenne az érettségihez, illetve az későbbi továbbtanuláshoz. Általában 100-120 óra alatt érik el a tanulók azt a szintet, ami jó alap lehet a sikeres középfokú nyelvvizsgához. Ezek a nyelvtanfolyamok szintfelmérővel indulnak, egyénre szabottan, tehát mindenkinél megnézzük, hogy pontosan honnan indul, milyen előképzettsége van, és ahhoz mérten egyénre ütemezzük mindenkinek a nyelvvizsga felkészítését. A nyelviskolákban a csoportos tanfolyamok ára csomagonként változó, de egy intenzív 100 órás kurzusért akár 200 ezer forintot meghaladó összeget is fizetni kell. Religion, Hinduism, Christianity, vallás. Yes. A Vasmegyei Szakképzési Centrum uniós pályázati forrásból kínál ingyenes idegen nyelvi képzéseket. Jelenleg 22 tanfolyam zajlik, zömében Szombathelyen, de a megye városaiban is a mi szervezésünkben. Ezek a tanfolyamok 120 órásak, tanúsítvánnyal zárulnak, a cél a szintemelés. Angolul és németül tanulhatnak a 16-65 év közötti legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezők. A nyári tanfolyamokon jellemzően nyelvvizsgára készülő középiskolások vesznek részt. Azért jelentkeztem erre a tanfolyamra, hogy össze le tudjam tenni a nyelvvizsgámat, és tovább tudjak menni egyetemre. 120 órás ez a tanfolyam, 4 hétig tart, és napi 6 órát tanulunk. A képzések folytatódnak, több mint 1500-an tanulhatnak az ingyenes tanfolyamokon.